Most jelenleg még egy videoblog készül, és megint megyünk majd Debrecenbe. És jelenleg még itt vagyunk Karszagon az állomáson. Minden szerszke dízelmozdony. Ez szét van. Ez még csak egy dízelmozdony, ami itt elmegy. Fú, de füstöl! Hű, bakker. A Szergely nem kakázik. Hát nem. Itt épül a műanyaggyár, a műanyag feldolgozó üzem. Most eléggé szeles idő van, de majd elmelszik az idő. Nem sajnálták az olajat ebből a mozdonyból. Hát nem. Sokáig jön a mi vonatunk is. Hát sokkal a körülbelül 3 percet, ha bejön a vonatunk is. Itt áll egy tehervonat. Itt, de mozdony nincs rajta. Csodálatos, a homokot hoztak vele. A mozdony arra megy. Na most jön a mi vonatunk. Éppen kívülünk a vonatot is tudunk. Na, most már itt vagyunk Debrecenben. Most vagyunk a lépcsőn. Takarítják az alapszót. Irány a villamos megálló, ahol hozzuk is a benne, hogy 2-70 ezeren lesz. Hát az biztos. Nézd, igen, csak el fog gémberedni a karúzsére. A plázáig elérünk. Isten, mekkora forgalom! Hát vannak egyszer, mert főleg akkor most hombantottak az iskolában, ott már befelejtjük, hogy 2 nap. Itt talán osztálykiránduláson vagy mi? Hát lehet, lehet. Na most egyet nem kell venni, hallom jól is lenni. Most megyünk oda fel. Én így szépen mindent keresztül, de mindent. Most lássan a társadalmat. Kicsik és nagyok, a becsületes ember. Én magam vagyok. Hú, hogyha úristen, mennyi gyerek. Mondom szerint a osztály kiránduláson. Ez lehet, hogy nem csak osztály, hanem ez maga iskola kirándulás. Tehát az alasori színű volt gyerekkel. Lehet. Lehet, hogy...
az egész iskola kirándul. Most megyünk ki a villamos megállóra. De ki a szél? De ott van kutyájuk, mert nem tudom, hogy itt szép kutyát látjálunk. Jó, basszam meg az anyjáknak a villamos, majd nem hiszem, hogy el fogjuk sípni. Nem baj, akkor majd megvárjuk. Ott van. Nem baj, akkor majd megvárjuk a másikat. Itt vagyok. Anyu emleget. Hát most itt éppen dolgoznak a munkások. Erre nem számoltam. Jó, még nem van az ebben, de hát akkor az az idős, hogy most megkérdezik. Azt még lehet, hogy pont el tudjuk élni. Most is felszállunk a villamosra. Gyere, szálljunk fel. Menjünk a végére. Nagy. Jó. A következő megálló Vásári István utca. Na most itt vagyunk a Debrecen plázánál. Lehet lenni, mekkora bazi nagy épület. Ilyenkor nyáron nagyon jó utazni. Fantasztikus élmény. Ez jó is lehet előre is nézni. Köszönöm, hogy túl van Debrecenben, készül az újabb videóblog. Majdnem mondjam, hogy tényleg élő szél van, úgyhogy ez a nagy kütés esik át, de nem jönnem élő, hogy mire hazatta lekerülünk az igazán jobb időketre. A helyzet, amióta csináltam a felmérzet szinte változattal, a túrás ugyanúgy megvan. A túrás még mindig megvan. Nekem az a gyanúm, hogy szerintem igen, csak villamos vonalat holnap már most ezen a szakaszon is kiépítünk. Lehet. Azon kívül a villamos pont nem lekéstük. Itt van egy játékból. A villamos pont nem lekéstük. A vonaton baldálkodta meg mindenit. Kiforultak a plakon szépen. Én még ilyen szép nyári külsőben még sosem láttam Debrecent. Na most már látom ilyen külsőben. Most van világos a Debrecen város, hogy ide jöttem is.
Jó lehet előre is nézni. Nem mivel ők van a probléma, hanem a kocsikus rendszer jól közvetlenül. Van egy kis rigó, fekete rigó. Igen, szép. Kollégium, elvű, egy kis már, fekete gyárt, egy kis már bolinóztam. Tényleg. Szép, szépen lobognak a fák, lombjai. Gyönyörű. Van itt minden, amit én. Na, itt már viszont jobb, hogyha a lábunk jön, hogy nők, ha nem akarok egy Mercedes áldozat a legjobb, hogy ott jön. Biztos. Jó, akkor itt most várunk, amíg zöldre nem vált a lábam, hogy nem csak kresszabályt, és szigorúan be kell. Szigorúan be kell tartani a kresszabályt. Ha nem akarok széken ugye járni oldalon. Így megy egyetem fele közlekedő naturbusz. Aha, most már mehetünk. Most már mehetünk. Jaj! Ezt a balfaszát nem látom, hogy nekünk zöld a lámp van. És ezt a hotelt még nem láttam ilyen gyönyörű külsővel. Most leszünk egy pillantást a parkra. Tessék, ez a Debreceni park egyik része. Gyönyörű szépen mindenki van, világos, a gondozott kert. Ez szóval. Késve a tév, hogy hotelítjunk az oszlopra. Ez a hotelítjunk. Hát forgalom az van, de mivel elég a szokott szélsőn sávban nézünk, hogy csak úgy kígyózik a sor. Kis Luigi-tól az Audi, minden nap található a sorban. És most megint elérjük az ominózus. Költségi központot megint megjárjuk. És megint elmegyünk a költségi központ mellett, mint a múltkor. Hát ezzel meg kaptam egy esemet. Az oszlopok alatt elmegyek, mert van egy kérdés. Mit nem mondja, fantasztikusan néz ki, így gyönyörű ez a város. Így. Hanem azt mondtam, hogy kivilágított, hogy a fényes kapom a felenka. Kivilágít, hogy szép. Már láttam karácsonyi kivilágításba. Akkor először voltam itt. Most megint itt vagyunk az ominózus mester út a sarkán, ahol egy kis emelés átkelni az egyik oldalon a másikon. Itt nem csak látni, hanem itt hallani is fogjuk a fickónk, hogy átmehetünk. Mert üdált a seggfej. A sürgős dolgod van. Éppen arra várunk, hogy zöld legyen a lámpa. Sok fene, hogy is várunk. Hóm cseré a motorok óta. Nem jó van, nem lehet a zöld a lámpa. Most
plakátot már lecserélték, már nem az a telefonod van kitéve? Már nem, de azért itt is óvatos a szét kell nézni, mert attól, hogy ott a jelző lámpa a sarok másik végén nincs. És bizony-bizony szeretett az emberek érték üzemhajtani. Van egy gyerek volt. Ez a mai üzlet, amiben nagyjából azt mondják, hogy jó kiszúrságból összeszerzett formikát, állítottam. Ott egy kifőt, állítottam, szépen kialakult a plán, hiszen az üzletemben úgy, amikor itt volt, hogy itt nagy bontások voltak, de most már minden kiépült rendesen. Egy gyönyörű BMW. Hármas BMW. Imádom a bőncsiket. Úgy döntöttem testvéremmel, hogy ezzel megyünk haza. Hamarán megjárjunk vonattal, mert ez 10 perc alatt haza lő minket. Az mit visz? Na ez jó kérdés, hogy nem voltak haza. Na itt is éppen munka zajlik. Az meg egy kúletes aóni. Végtalapán mondom, villamos pályát építenek. Az lesz. Hát ott viszelem, de még most így is akarom. Isten, ez a ház most még lepukkatta. Főleg meg, hogy kinőtt a gyom. Amióta mi itt járunk, de beszélek. Család! Egyre szép, hogy csúsztan összefele. Csúsztan, ott a pipacs hátul. Egyre jobban, egyre favoritja lett a ház. Mondom, hogy én ágyulok, hogy ide jönjön, mert mi az a hely? Na, ez egy szép, több lakás, de laknék ebbe a lakásba. Az megéri minden pénzt. Terasza nagyon tetszik. Szép volt, illetve ablak, minden. Csak hát a kontrálom viszont az, hogy itt éjjel nap van ilyen forgalomban. Ha valaki az országban, hogy az ember hova lép, és hova néz, mert itt a kis házunk, ez a kis segítség, hogy tönkelegi, de vannak, hogy alakultunk. Nem lesz, hogy arról egy éve hova lép, minket egy meglepetésszerű jelzőlámpa. Na nem csak a kerékpórák voltunk. Már nem is, nagyon sok, ott már két sarokat már ott is vagyunk. Megint vér fognak tőlem venni, meg csapójába vénámat. Ha van egy kis szerencső, hogy gyorsan nézzük, akkor arra legyen hamar szabadulunk is. Most megyünk a Kenizi kórházba. Na itt vagyunk a Bartók Béla utca és a Pesti körforgó sarkánál. Innan szerintem, és lehet látni szépen milyen gyönyörű táj. Milyen gyönyörű táj fogad minket. Na ez az őserző, és ez a dzsumbúj közepette, ott lesz a kórház. Valahol itt lapul a kórház, ebben a dzsumbújba. Ima a Bartók Béla utca, amit a múltkor kincsesenesen találtunk, nem? Ugyebár, ha valaki erre a tárra azt mondja, hogy nem szép, akkor nem tudja, hogy mi a jó. Ez biztos. Tessék, itt is gyönyörű fák. Fák? Gyönyörű kocsik, parkok, minden. Na, ilyen a... Nagyon megéri a királyon. Itt van mellette Tűncs is, ő így csinálja a blogot. Jaja. Itt van. Na, ilyen a kerítés a Kenizi kórháznak. És megmutatjuk, hogy a kórház belülről nagyjából így néz ki. Eme vége.
de hamarosan felvesszük a kicsit legyugrantottakat. Íme a busz megállója. Innen mondjuk az autópályán átkelni, hogy istenvelése lehet, mert itt helyzenek a járművek. És majd megmutatom azt az útvonalat is, hogy a bejárattól az infektológiáig. Tehát bemutatom, hogy hogy kell megközelíteni az infektológiát. Hova megyünk? Ott lesz nem sokára egy kapu, ahonnan az a piros kocsi onnan kiáll. Ott kell majd szépen majd bemennünk. Ne számítsunk el minden nagyon modern, kidolgozott területekre. Kicsit lepukkadtam, mint a klinika, klinikák. Lapatlápó csapalat, és kaptam csak a klinikát. Ők is itt vannak a szép szám. Ez meg valószínűleg iskola vagy mit? Egy kabrió BMW, ami megéri a pénzét. Ó, de jó. És most bevegyünk a kapun. Ez a Kenézi kórház. Ez itt a Kenézi kórház. És most végig bemutatjuk, hogy hogy jutunk el az infektológiai. Itt van a kórház. Az infektológiára megyünk orvosvizsgálatra. Itt van a kórháznak a térképe. Különböző szektorokkal vannak jelölve a osztályok, vagy mik. Most is folytatom a videoblogot. Elnézést kérek, de a kórházban nem, a kórházon kívül nem lehet videót csinálni. Éppen ezért kikapcsoltam a kamerát telefonomon. Ami meg itt van tőlük nem ezt a templom. Majd mindjárt meg is nézzük közelebbről. Készen az újabb saját videóblog. Volt a kórházban egy kis üzem zavar, és a biztonság enyhén lebaszott, hogy nem szabad kamerázni. Így volt. Úgyhogy emiatt a benti légkörnek a lefényképezése, meg a videófelvétele az elmaradt. Mert Pritzi lefotózta a Kenézi kórházat. Orvos a biztonság véleménye, hanem én a kórházi részleget lefényképeztem. A jó hír az, hogy tűncs mellettem, többé már nem kell, hogy a hozzá. Teljesen meggyógyultam. Teljesen meggyógyult, nem volt vérvizsgálat. Semmi nem volt. Egy 5 percig tovább nem is voltunk bent a magában az orvosi szobában. A várakozás többbe került, mint maga az egész vizsgálat. Hát ez egész 5 percig több nem volt. Kis oszmókot nézték csak, mert nincsenek a nyakán. Meg a nyakamat tapogatták ki. Ilyen tusfürdővel, amiben vannak ilyen szemcsék, hogy azzal kell lemosni. Hát nekem van olyan arc meg testre zírom. Fórus, ez egy ilyen úgynevezett fórusra zír, azzal az a memosok, azzal kell nekezelni. Kb. Már tennap is memostam magam, csak memosakodtam, csak ezért nem jött úgy le. A gövök teljesen elmúltak, ezt a mehetit csak fel kell menni, mert ez megérne. Ez gyönyörű. Legnagyobb pekem, mert kifogtunk tüncsével egy bogár hát. Régi régi bogárhátunk. Igen, régi tört fehér bogárhátunk. Fel akartam venni videóra, hogy hogy indul be, de mire már hozzáértem a kamerához, már elhúzott a picsába a szegény. Ja, most vagyunk a templomnál. Itt van Debrecen város égköve. A templom. A nagy templom. A feltudott a gyújtbújtól nem nagyon látszik, de ma mindjárt rámegyünk a Kávin tére. Mondjam, hogy ott is van egy villamos megálló. Itt vagyunk a Volksbanknál, ezen a környéken mi még nem nagyon jártunk. Mert hát időnk az rengeteg, majd egy úgy döntöttük kincsével, hogy egy kicsit terepszemlénem, és itt már most lehet látni Debrecen város szerefényét.
Erről nagy, híres Debrecen. A nagy református templomot. És körülötte ugye ilyen a park. Itt van már egy kis panzió, hogy ki lehet ülni, kávézni, kiberettázni. Stb. Ami az embernek jó lesik. És most átjük ezen a parkon. És lehet, hogy fotózkodunk. Lehet, hogy fotózkodunk, úgyhogy most le is állítom a videót. Itt éppen élő zene szól, a túloldal. Egy harmonikás ember van, aki a némi élő zene, mondom, hogy kizetlen érfejében. Úgyhogy kicsit ilyen franciás a hangulat. Olyan, mint a Párizsban lennék. Kérdezem, hogy ott megy egy villamos, de én magasról leszarom menni, és én 12-es alattam menjük, addig még bőven van idő. Ahogy ilyen gyönyörű a park. A templom körül itt van egy szobor, egy kerttel. Ilyen szép parkkal találkozunk, ha itt járunk, nem beszélünk központjában. A Generálban. Itt van körülöttem a szájkép. Láttam nyári külsőben, az is szép, de nincs olyan szép, mint ez. Így igaz. Ez megéri a pénzét. Amúgy van egy gyönyörű szép tartapart, a világültetvénye a szobor előtt, már mindjárt meg is nézik közelebbről. Ott is fotózkodik én a szobornál. Ja, most megint leállítom a videót. Itt vagyunk a Debrecen vasútállomáson, már megyünk hazafele, itt a parkokra. Személyvonat indult Máté szalkánál, menjél gyarmatra 11 óra 15 perc. Ez nem a mi vonatunk. Az ötödik vágányról. A vonat minden állomásra és megálló helyen megáll. Nem sokára, nem is. 11 óra, 15 perckor. 11 óra, 15 perckor, mikor jön el? 11 óra, 15 perckor. Na, szóval ennyi volt a videó.